Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Kedves testvéreim, Mónum TV-n keresztül is nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, akik együtt imádkozunk a Szent Rita Nagy Kilenced 13. alkalmán. Szent misénket jó szokásunk szerint ajánlom Szent Rita tiszteletére, a Rita család élő és elhunyt tagjaiért. Ma Boldog Gizella ünnepe van, Szent István király édesanyjának ünnepe, Magyarországért, az ország megtéréséért is imádkozzunk. Hogy tiszta szívvel tudjunk most imádkozni és ünnepelni, tartsunk bűnbánatot, vizsgáljuk meg az életünket, rövid csendben ismerjük el Isten előtt, hogy bűnösök vagyunk. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk.
Urunk Istenünk, te megtanítottad boldog Gizellát, hogy már itt a földön országodat keresse, és az élet különféle útjain néked szolgáljon. Közbenjárására engedd, hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk, és egykor beléphessünk a megígért országba, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál és kísérői Páfuszban tengerre szálltak, és a pamfíliai Pergébe hajóztak. A Márknak nevezett János ekkor elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők viszont Pergén keresztül eljutottak a pizidiai Antiókiába. Itt egy szombati napon betértek a zsinagógába, és leültek. A mózesi törvény és a proféták írásainak olvasása után a zsinagóga előjárói odaküldtek hozzájuk valakit ezzel a kéréssel. Testvérek, ha volna néhány buzdító szavatok a néphez, csak beszéljetek. Ekkor Pál szólásra emelkedett, kezével csendre intett és beszélni kezdett. Izraelita férfiak és ti istenfélők, figyeljetek! Izrael népének Istene kiválasztotta atyáinkat, és az egyiptomi tartózkodás idején nagy népé tette őket. Majd hatalmas karjának oltalma alatt kivezette őket onnan, és 40 esztendeig gondjukat viselte a pusztában. Kánaán földjén 7 népet semmisített meg, hogy földjüket neki adja birtokul. Mindez körülbelül 450 évig tartott. Azután Sámuel prófétáig bírákat adott nekik. Ettől fogva királyt kívántak, és Isten 40 esztendőre Saul Isnek fiát adta nekik, ezt a Benyámin törzséből származó férfiút. Amikor őt elvetette, Dávidot tette királyukká. Róla így nyilatkozott: Jessze fiában, Dávidban szívem szerint való férfiúra találtam, aki mindenben teljesíti akaratomat. Ígéretéhez híven az ő utódaiból támasztotta Isten a választott nép üdvözítőjét, Jézust, akinek eljövete előtt János a bűnbánat kerességét hirdette az egész népnek. Amikor János befejezte küldetését, kijelentette: Nem az vagyok, akinek engem tartotok, de íme itt jön már, akinek saruját sem vagyok méltó megoldani. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Hadd énekeljen örökké. Hadd énekeljen örökké.
Legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha megértitek és így cselekedtek. Nem mindnyájótokról mondom ezt. Ismerem azokat, akiket választottam. De be kell teljesednie az írásnak, akivel megosztottam kenyeremet, sarkát emelte ellenem. Előre megmondom, mielőtt megtörténnék, hogy amikor megtörténik, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. Ezek az evangélium igény. Áldunk téged, Krisztus! Testvéreim, a hitvallásról elmélkedünk, a Hiszek Egyről, legutóbb az egyháztitkáról, hiszem az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházat. Mai evangéliumi rész talán ajándék lehetne, hiszen mélyen kapcsolódik az egyház titkához. Jézus arról beszél, hogy nem nagyobb a szolga uránál, a küldött a küldőjénél, rólunk beszél, szolgákról, küldöttekről, ő, aki az Úr, aki a küldő, akihez tartozunk. A szőlőtőről és a szőlővesszőről szóló példabeszéd juthatna eszünkbe. A szőlővessző rajta van a szőlőtőn, így az egyház, annak tagjai, mi magunk is, rajta vagyunk az Istenen, belőle élünk, ő jár át bennünket, és ha nem vele vagyunk, akkor nem tudunk termést hozni, akkor elpusztulunk. Az egyház titkáról elmélkedtünk a múlt héten, arról a titokról, amely Isten jelenléte ebben a világban, hiszen az egyház a közösség által van jelen Isten ebben a világban, tud működni ebben a világban. Aki befogadja azt, akit én küldök, az engem fogad be, mondja Jézus. Hogyha valaki befogadja azokat, akik benne hisznek, ha valaki azoknak a szavára hisz, akik benne hisznek, akkor őt fogadja be, és az ő szavára hisz. Ez az egyház, Krisztus közössége ezen a világon, azoknak a közössége, akiket ő küld, és azoknak a közössége, akiknek a szava Krisztus szavává válik ezen a világon, Isten általunk működik. Visszatérve a szőlőtő és a szőlővessző példázatára, nekünk szükségünk van Istenre, hiszen belőle élünk, ő a szőlőtő, aki táplál bennünket, de Istennek is szüksége van ránk,
hiszen ezen a világon általunk működik, az egyház által működik, az egyház által adatik át Isten igéje, az üdvösség örömhíre. Mi vagyunk Isten eszközei ezen a világon. Ilyen értelemben mi vagyunk az egyház, mi vagyunk azok, akiken keresztül Isten munkája megvalósul ebben a világban. Az egyház, szoktuk mondani, a szentek közössége. Méghozzá abban az értelemben, hogy a szentek azok, akik Istenhez tartoznak, akik benne hisznek. Mi az a közösség vagyunk, akik Istenhez tartozunk, és akik ilyen értelemben szentek vagyunk. Hiszem a szentek közösségét, a hitvallásban ezt jelenti, hiszem azt, hogy akik Istenhez tartoznak, azok összetartoznak. Az egyházról soha nem úgy elmélkedünk, mint ami pusztán egy evilági közösség, hanem annál egy tágabb közösség. Hiszen az egyházhoz tartozik az evilági vándorló egyház, amit látunk, az evilági közösség, de az egyházhoz tartozik a megdicsőült egyház is, vagyis a mennyek országa, a szentek közössége, és a tisztuló egyház is, a tisztító tűzben lévők, akik várakoznak az üdvösségükre. Ilyen értelemben az egyház három része, a földi egyház, a tisztuló egyház és a megdicsőült, az üdvözült egyház összetartozik. A föld és a mennyország összetartozik. Mi imádkozunk azokért, akik a tisztulás állapotában vannak, az üdvözültek pedig imádkoznak értünk, hogy mi is mielőbb az üdvösségre jussunk. Az egyház így egy tágabb közösség, mint amit látunk, nem pusztán egy földi intézmény, és próbálunk mindig ettől a gondolattól elrugaszkodni. Az egyház nem pusztán egy földi intézmény, nem az evangéliumnak valamilyen intézményi merevedett csökevénye, hanem sokkal inkább az üdvözültek közössége, a szentek közössége. Mi várományosai vagyunk annak, hogy bemenjünk az Isten országába. Ez a reményünk, hogy bemegyünk majd az Isten országába, de oda tartozunk már, az imádságban oda tartozunk az égiek. Egyháznak, a szentek közösségének van egy különös titka, amelyet inkább szemlélődve tudunk megérteni, mint racionálisan. Ez a szűzanya titka, Mária titka, aki első volt a hívők között. Ha az egyházról elmélkedünk, akkor egy kicsit mindig Máriáról is kell elmélkedni. Jézus a kereszten, a János evangélium beszámolója szerint, ugye édesanyját, aki a kereszt alatt állt, az evangélistára Jánosra bízta. Azt mondta, íme a te anyád. Máriának pedig azt mondta, asszony, íme a te fiad. Ez egy olyan gesztus volt, amely talán lehetett volna Jézus gondoskodása, aki földi élete után gondoskodik az édesanyáról, aki egyedül marad. De tudhatjuk, hogy ennél talán többről van szó, hiszen Jézus addig is a saját útját járta. A szűzanya követte ő. Ezután is megtehette azt a szűzanya, hogy úgy éljen, ahogy eddig. Jézus mégis rábízza őt a szeretett tanítványra, és tudjuk, Mária életének a végét Efezusban, János evangélista közelében élte le. Mégis ezeknek a szavaknak, íme a te anyád, van valami tágabb értelme. Mintha az evangélista János nem is csupán ő lenne, hanem jelképezné az egész közösséget, az egész egyházat. Íme a te anyád. Mintha mindannyiunknak mondanál az egész közösségnek, íme a te anyád. Minthogyha Máriára az egész közösséget bízná rá, íme a te fiad. Miért? Talán azért, mert Mária első a hívők között, aki megértette, aki befogadta az üdvösség örömhírét, fizikai értelemben is, hiszen magába fogadta Krisztust. De lelki értelemben is, hiszen megértette Jézus üzenetét. Ezért ő mindannyiunk anyja a hitben. A Biblia mondhatja azt Ábrahámról, aki elsőként fogadta be Isten szavát, és pátriárka, ősatya lett, hogy ő minden hívő atya, akkor joggal mondhatjuk Máriáról, hogy ő minden hívő édesanyja, hiszen befogadta Isten igéjét elsőként, megértette az evangéliumot elsőként, a legközelebb volt az evangéliumhoz, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, lélekben befogadta azt. És ha még arra gondolunk, hogy Isten megoltalmazta őt a bűntől azért, hogy az igét magába fogadhassa, akkor még inkább állíthatjuk azt, hogy ő minden hívő anyja, előttünk jár a hitben, és hordoz bennünket a hitben. A szentek közösségében tehát a zarándok, a tisztuló és a megdicsőült egyház hármas közösségében kitüntetett szerepe van az első hívőnek, a hívők prototípusának és mintaképének, a szűzanyának.
aki mindannyiunk anyja így a hitben, és aki mindannyiunk hitét hordozza. Ő ott áll az egyházban, és egy kicsit oltalmazva az egyházat, az egyház fölött is. Nem véletlen az, hogy a Jelenések könyvében, a 12. fejezetben, amikor a napba öltözött asszonyról szól az apokalipszis, akkor ez a napba öltözött asszony nyilván eszünkbe jutatja a szűzanyát, de tudjuk, ahogy olvassuk a leírás, hogy a sátán az asszony gyermekeire támad, gyermekei pedig már az egyháznak a tagjai, az asszony szinte egy áthajlás, az asszony az egyházat is jelenti, gyermekei pedig a hívők, akik hisznek az evangéliumban. Ott van az asszony, mint a szűzanya képe, de ott van az asszony, mint az egyház képe. A kettő nagyon közel áll egymáshoz. Az egyház anya, az egyház az, aki hordozza a híveit a hitben, aki összekapcsolja a híveit a hitben. Így az egyház és az anya képe nagyon közel kerül egymáshoz, mint ahogy lélekben, titkosan, inkább misztikus módon az anya, a szűzanya, Jézus anyja nagyon közel van az egyházhoz. Ha arra gondolunk, hogy Pál apostol úgy magyarázza a hívők közösségét, az egyházat, mint amely Krisztus titokzatos teste, Krisztus teste, akkor gondolhatunk arra is, hogy ez az a test, amelyet Mária hordozott, tehát titokzatos módon, inkább misztikus módon, de Mária az egyháznak is az anyja, az egész test. Nem véletlen, hogy az egyházról szóló konstitúció, a Lumen Gentium, a II. Vatikáni zsinaton leírja az egész egyház titkát, Mária alakjával fejeződik be, mint aki hordozza az egyházat, mint aki a hívők prototípusa, mint aki minden hívő anyja, és mint aki érti és tudja, hogy mi van minden hívő szíve mélyén, hogy minek kell ott lezajlani. Így tekintünk tehát az egy szent apostoli és katolikus egyházra, mint amely a szentek közössége, mint amelyben, mint szentek közösségében kitüntetett helye van a szűzanyának, aki hordozza az egész egyházat, mert az egész egyház maga is anya, nem véletlenül nevezzük anya szent egyháznak, hiszen a hitben szüli a gyermekeit, akik új életre születnek, az egyházban születnek új. Figyeljünk el az egyház titkából elmélkedve ahhoz a passzushoz, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Kapcsolódik össze a múlt heti témánk az e heti témánkkal. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Jézus szándéka az volt, földi élete végén, illetve a mennybe menetele előtt, hogy akik megtérnek és megértik az ő szavát, azok keresztelkedjenek meg. Evangélium végén olvassuk, menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ez a nagy missziós parancs, a küldetés nagy parancsa, amely a keresztségre való felszólítással zárul. Vagyis már Jézusnak magának fontos volt, hogy akik megtérnek, azok ne pusztán egy lelki döntést hozzanak. Mert a kereszténység nem csupán egy filozófia, vagy valami fajta életbölcselet. Ha a kereszténység csupán egy életbölcselet volna, akkor elég volna olvasnunk a Szentírást, meditálnunk róla, a szívünkben meghozni bizonyos döntések. De a kereszténység nem pusztán életbölcselet. Amikor olvassuk a Bibliát, akkor annak tetteké kell válnia benne. Tehát az igének, Jézus szavának van egy hatása az életünkre és a cselekedeteinkre. Amikor olvassuk az igét, az nem marad bennünk, az nem pusztán az elmélkedés, a meditáció tárgya marad, hanem az ige az életünkben elkezd tettekké válni, és formálja az életünket. Vagyis az igének konkrét hatása van a viselkedésünkre, a személyiségünkre, a környezetünkre, a családunkra, bizonyos morális állásfoglalásainkra, tehát a hétköznapi életünkre. Az ige nem marad puszta elmélet bennünk, nem marad a meditáció tárgya pusztán, hanem hatással van az életünk. Éppen ezért akarhatja Jézus, hogy akik megtérnek, azok adják külső jelét is annak, hogy ők megtértek, vagyis keresztelkedjenek meg. A keresztség egy látható jel, egy mindenki előtt látható jel, amely kifejezi azt, hogy bennem az ige külső hatással bír. Annak látszódnia kell az életemben. Annak meg kell mutatkoznia bennem. Amikor megkeresztelkedem, akkor ennek egy külső, látható jelét adom. Oda megyek, meghajtom a fejemet Isten előtt,
Leöntenek vízzel, amely a megtisztulás jele, és onnantól kezdve más emberként megyek tovább, mert megtértem, mert megváltoztam, keresztségben pedig Isten működött benne. Vallom az egy keresztséget, azt jelenti, egy keresztség van, mert egy a Krisztus, egy az üdvözítő, és az ő halálára keresztelkedünk meg, és az ő feltámadását kapjuk meg, amikor megkeresztelkedünk. A keresztség hagyományos formája a vízben való alámerítés. Ennek legtöbbször majd egyszerű formáját, a vízzel való leöntést gyakoroljuk, de a hagyományos formája mégiscsak az alámerítés. Az alámerítés mindig kifejezi azt, hogy amikor a megkeresztelkedő alámerül a vízben, akkor mint egy kicsit meghalna. A római levél is ír erről, akik megkeresztelkednek, alámerülnek Krisztus halálába, hogy aztán felemelkedve új lélegzetet vegyenek, mint egy új lelket, új leheletet kapjanak, a feltámadás. Akik megkeresztelkednek, alámerülnek Jézus halálában, hogy újjászülethessenek az Úr feltámadásában is. Így lesznek az egyház tagjai, így lesznek ennek a titkos szentek közösségének a tagjai, titokzatos közösségnek a tagjai, hogy megkeresztelkedtek Jézus halálában, hogy aztán az ő feltámadására újjászülessenek. Egy keresztséget vallunk, mert egy a Krisztus, és egy az egyház, mert egy az üdvösség, és egy az igazság, és ez az igazság nem puszta elmélet, hanem meg kell, hogy látszódjék az életünkön, közvetlen hatása van az életünkre. Mondjuk a keresztségnek bűn eltörlő hatása van, vagyis amikor valaki megkeresztelkedik, akkor Isten elveszi az összes bűnt. Miért? Mikor valaki megtér, mikor valaki Krisztusba kapcsolódik, akkor az megszabadítja őt. Akkor benne minden átalakul. Ezért a keresztség alapvetően hozzá kapcsol és elveszi a bűnöket. Aki megkeresztelkedik, az tiszta, az benne van. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Ezt jelent. Megváltozik az életem, Isten elveszi a bűneit. Aztán mégis, ahogy megkeresztelkedtünk legtöbben még kisgyermekként, néhányan felnőttként, megkeresztelkedtünk, a keresztségünk után zajlik az életünk, és bizony bűnöket követünk el, elveszítjük az első szeretetet, amelyet a keresztségben megkaptunk, időről időre eltékozoljuk azt az első szeretetet, amelyben voltunk, elkóborolunk az első szeretettől. A bűnbánat által, a bűneink elsiratása által mindig vissza és vissza kell térnünk az első szeretethez, az egy keresztségben kapott szeretethez, amelyben elvétettek a bűneink, amelyben megtisztultunk, amelyben az evangéliumot befogadtuk. És ez a bűnbánat, ez az, amely újra és újra visszavezet bennünket a keresztséghez, amelynek ezen a földön a leghatékonyabb formája a bűnbánat szentsége, a gyónás. Ja, újra és újra visszatérünk a keresztségben kapott mélységhez, újra és újra visszatérünk a bűntelen állapothoz, amelyet időről időre elveszítünk, mert tékozló fiúk vagyunk, mert olyan bárányok vagyunk, akik elkóboroltak, és újra és újra meg kell újulnunk. Tehát visszatérünk az első szeretethez, a keresztségben kapott szeretet. Nem véletlenül mondta Jézus azt ugyancsak a feltámadása után, miközben a keresztséget rendelte, keresztelkedjenek meg azok, akik benne hisznek, hogy vegyétek a Szent Lelket, mondja a tanítványainak, hogy akiknek ti megbocsátjátok a bűneit itt, a földön, azoknak meg lesz bocsátva a mennyben is. Vagyis ha valaki igaz hittel bűnbánatot tart ezen a földön, és ezt kifejezi az egyházban, akkor annak a bűnei elvétettek Isten előtt is. Tehát a keresztséghez való visszatérés, az első szeretethez való visszatérés lehetséges ezen a földön is. Ha valaki az egyház közösségében bűnbánatot tart és megvallja a bűneit, akkor azok elvétetnek Isten előtt, és újra kezd, újra indulhat. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, tehát ezt jelenti, az egyházban van megtisztulás, amelyet a keresztségben nyerünk el, és amelyhez újra és újra visszatérhetünk a bűnbánattartás által, a penitencia által. Ennek a legeklatánsabb formája a Szent Jónásban kifejezett bűnbánat, a bűnbánat gyakorlása. És ebben meg kell most is újulnunk, újra és újra ebben a húsvéti időben is, hogy hozzátartozunk, benne kell lennünk, és ezért az első szeretethez kell újra és újra visszatérnünk. Ha az egyházról akarunk elmélkedni, ahogy tesszük a múlt héten és ezen a héten, akkor ez is a titokhoz tartozik. Nekünk is tisztává, bűntelenné kell válnunk, nekünk is meg kell tisztulnunk,
Vallom az egykeresztséget a bűnök bocsánatára, és nekem is részem lehet a bűnök bocsánatában, a megtisztult lélekben. Ezért ezekben a napokban akár hallgatva ezt a szentmisét, ezt az elmélkedést is, újra kell gondolnom, hogy mi a viszonyom a bűnbánathoz, bizony meg kell tisztulnom a bűnbánat tartására. Ma így elmélkedjünk az egyházról, ebben a kenyértörésben, ebben a szentmisében, a tiszták, a bűntelenek közösségéről, akik megtisztultak a bárány vérében, és akik a bárány vérében újra és újra megtisztulnak, amikor bűnbánatot tartanak. Kérjük a Mestert, hogy megértsük a bűnök bocsánatát, és hozzá tudjunk tartozni úgy, mint akiknek elvétettek a bűneik, mint akik megtisztultak a bárány vérében. Amen. Isten fizesse meg. Testvéreim, forduljunk bizalommal a mennyei atyához, és kérjük segítségét a szent asszonyok lelki nagyságának követésére. Adorunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színes bőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add kegyelmedet a hitves társaknak, a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekei gondos keresztény nevelésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jutalmazz az édesanyák lankadatlan fáradozását, egykor majd a boldog örök élet nyugalmával. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak, családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatán. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve minnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, dicsőség koronáját pedig nálad a mennyben. Ezt kérjük tőled, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, felajánljuk neked áldozati adományainkat Boldog Gizella emlékének napján. Könyörögve kérünk, szerezzen számunkra ez az áldozat bocsánatot és békét. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az Anyaszent Egyházat újra meg újra csodás termékenységgel áldod meg, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. És hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságod mindenkor kérve. Ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk téged, és újonva zengjük. Szent vagy, szent vagy. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk, Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után. Ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolokkal, Boldog Gizellával és minden szenteddel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen.
Testvéreim, a Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és akkor nagy bizalommal így imádkozhatunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük őt. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor, és a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke lelki jelével, legyen békesség köztünk mindenkor. Isten az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulj az én lelkem. Testvéreim, most a szent áldozás csendjében, lelki áldozás imádságával forduljunk az eukarisztikus Jézushoz, azzal a hittel, hogy eljön a szívünkbe.
Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat veled. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, ma a boldog Gizella emléknapján mennyei szentséget kegyelmével világosítsd meg szívünket, és szíts föl bennünk a szeretet tüzét, hogy szent vágyaktól ösztönözve egyre több jót cselekedjünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg és őrizzen benneteket az éltető és gondviselő Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szent mise véget ért, járjatok békességben. Istennek legyen hála.